Sziasztok! Ez itt az Easy Hungarian. Egy budapesti mozi környékén kérdezzük az utcaemberét arról, hogy hogyha egy híres filmben eljátszhatnának egy szerepet, akkor melyik lenne az? Ha egy híres filmben eljátszhatnátok egy filmszerepet, akkor melyik lenne az? Hát szerintem híres film egyébként a rajzfilm, tudod, a Dagobert kacsa, igen. És azért ő már nagyon pénzes. És ezt játszanád te, egyértelmű. Te egyértelműen ezt egyértelmű, játszod. Persze. Úszkálnék a pénzbe, minden nagyon szuper lenne. Nagyon jó. És te? Én Homer Simpson szeretnék lenni a Simpson családból. Én az Avatarba szeretnék lenni egy Avatar lány. Aha, egy Navi? Igen. És mi miatt? Mert nagyon spirituálisak, nagyon szépek, nagyon kedvesek, és csodálatos az egész film. Ha eljátszhatnál egy filmben egy szerepet, akkor melyik lenne az a szerep? Szerintem Csillagok háborújában egy Jedi lovag. Sziasztok! Hogyha eljátszhatnátok egy híres filmből egy filmszerepet, akkor melyik lenne az? Sziasztok! Mi mind a ketten a Bestem Brigandik című filmből választanánk egy karaktert. Én mindenképpen a német rossz fiú lennék Hans Lambda, hogyha tudnék olyan jól játszani, de sajnos nem, úgyhogy... Igen, és te? Én pedig a francia mozivezető csaj Zsuzsanna. Ha eljátszhatnál egy filmszerepet egy híres filmben, melyik lenne az? Nagyjából semmelyik, ugyanis nem érzem magamban a színészi vénát. Ha egy híres filmben eljátszhatnál egy szerepet, melyik lenne az? Az Alice Csodaországból az Alice. Oh, és mi miatt? Hát, mert én kislökött, mint én. Az Amelie csodálatos aha. élete jutott eszembe, és Amelie lennék. Aha. És miért? Azért, mert olyan, nem tudom, nagyon különleges a karaktere, olyan nagyon álmodozó, olyan nagyon megfoghatatlan. Ez egy kihívás lenne nekem, szerintem. De nem és kihívás lenne, mert azonosulni tudnál vele, vagy kihívás lenne, mert hogy te pont másmilyen vagy? El tudom képzelni, hogy tudnék vele azonosulni. A karakter tetszik, egy határozott okosnál. Neked meg a kemény fiúság. Hát igen, meg nagyon tetszik az észjárás, tehát ő az a karakter a filmben, aki mindenki eszén túljár, aztán a végén megszívja, de attól függetlenül azt nézzük, hogy ő miket csinál, és hogy milyen óriási cselekedetei vannak, ami amúgy nem jók, de nagyon okosak. Pamela. Pamela a Dallasból? És mi miatt? Ő a legszimpibb. Azért például, mert nagyon jól játszotta a szerepét, és nekem nagyon szimpatikus volt. Köszönöm szépen!